Jerkovicsné Stefán Klára elmondta, a múzeum már évek óta szervez tábort a gyerekeknek, ahol történelmi, régészeti, néprajzi és természettudományos programokkal várják őket. Mai napon gyógynövényekkel ismerkednek, aztán egyik kollégánknak a távíró gyűjteményét próbálhatják ki. Velünk van ma Foltozóból, Paksról, Szilvi és Laci, akikvel rönkrókát festenek, és az egészségfejlesztési iroda érkezik, még házifagyi készül, aztán Pécsről a természettudományi karról megérkezik a chemhackers csapata, egy kis robbantgatás, kémia, vegyészet. A lelkes gyerekek kreatívan elfoglalták magukat, hiszen akrilfesték használatával készítettek maguknak egy rókát, amelyet a nap végén haza is vittek. Egy mini fatörzset készítettek elő Foltozó Szilviék, és ezt akrilfestékkel fogják befesteni a gyerekek, illetve díszítik filcanyagokkal. És közben pedig a természettudományos jelentőségét, a rókák élővilágát is megismerhetik Szilvi elbeszélésében. A gyermekek rendkívül fogékonyak az új ismeretek elsajátítására, így játékos formában tanultak az egészségfejlesztésről. Nagyon fontos, hogy ugye természetes alapanyagokból készült ételeket fogyasszanak a gyerekek, és ha tehetik, akkor helyi termékeket részesítsék előnyben, vagy akár otthon maguk is termelnek családdal, és tudjanak egy-két olyan trükköt, amivel magukat is kényeztethetik a nyár folyamán, ezért választottuk most a házi fagyi készítést. Galobár Dóra elárulta, miért vett részt a szabadidős tevékenységekben. Itt nagyon izgalmas minden, és kedvesek a nénik, bácsik. Lenc László Kolos izgatottan mesélt a táborban szerzett élményeiről. Nagyon izgalmasnak tűnt, hogy a mama mesélt róla, hogy mik lesznek, és ezért mondtam, hogy én is el akarok jönni. A múzeum munkatársa igyekeztek minden napot élménydúsá varázsolni a tanulóknak. A tábort népszerűsítette az is, hogy jelentkezők közül voltak olyanok is, akik már másodjára jöttek el.